pillanatokon belül kikötte a Dunai Vízirendészet Sugó névre keresztelt hajója, amelyet nyár elején újítottak fel, és ez a hajó lesz az augusztus 20-ai tűzijáték egyik mozgó vezetési pontja is. A BRFK legutóbbi bemutatóján is ez a hajó kapta az egyik főszerepet, hiszen a sajtó munkatársai erről követhették nyomon a vízirendészet legújabb, gyors reagálású és rendkívül praktikus járműveit. Hosszúsága 8,5 méter, egy 250 lóerős korszerű Suzuki motor a meghajtása, ez 70-80 km/h sebességet tud garantálni itt a Dunai folyószakaszon. Nagy üzemanyag tankkal rendelkezik, tehát ez egy 400 literes üzemanyagtartály, ami azt biztosítja, hogy akár egy nap alatt a fővárosi Dunaszakasztól messzebb eső részeket, Dunaszakaszokat is el tudjuk érni. Ez a hajó 12 személyre van vizsgáztatva, tehát egy időben 12 személyt tud szállítani, de szükség esetén, amikor természetesen veszélyelhárítás vagy olyan jellegű feladat adódik, akkor képes 25 fő egyidejű szállítására. Maga a hajótest kialakítása, egyébként más rendészeti, illetve katonai szervek is alkalmazzák ezt a hajótípust, nagyon megkönnyíti a vízből mentést, amit itt a főváros területén többször is végrehajtunk. A kapitányság vezető elmondta, hogy a hajó rendkívül fordulékony, gyors, a nagyon alacsony vízállások esetén is remekül használható, valamint könnyű kezelhetősége révén a problémás mentési szituációkban is segíti a rendőrök munkáját. Különféle kapaszkodók segítik azt, hogy a vízbe jutottak, a bajba jutottak önmaguktól is meg tudjanak kapaszkodni. Alacsony az oldalmagassága, tehát könnyen be tudjuk a hajóba emelni a mentett személyeket. Nincsenek benne olyan alkatrészek, olyan elemek, ami sérülést tud okozni, illetve a bemutatónk másik részében meg tudjuk azt majd mutatni, amikor több személyt szállítunk ezzel a járművel. Ugye itt a fővárosi forgalmi viszonyok alapján előfordulhat olyan, hogy nagyobb dugók alakulnak ki, illetve vannak olyan feladataink, például a sziget biztosítása, amikor szükség lehet arra, hogy egy időben gyorsan egyik pontból a másikba átjuttassunk személyeket, ezt lehetővé teszi szintén ez a jármű. Az alezredes az új hajók mellett a szolgálatot adó vízirendőrök legújabb formaruháját is bemutatta. Előnye az, hogy a póló, illetve a nadrágok gyorsan száradnak, hogyha vizesek lesznek. A nyári esetben, a nyári időjárási körülmények között a rövid nadrág biztosítja azt, hogy megfelelő kinézettel, illetve megfelelő technikai tartalommal rendelkezzenek, vagy legyenek ellátva a kollégáink. Ehhez a ruházathoz itt két különféle verziót látunk, mint ahogy említettem, tartozik egy rövid nadrágos pólós változat, illetve ennek van egy hosszú nadrágos, hosszú pólós változata, és ez egy kicsit hűvösebb időben, átmeneti időszakban használható, de az alaptulajdonságai mindegyiknek megegyeznek, tehát egy jól száradó, könnyen száradó, jó hőelvezetési ruháról beszélhetünk, illetve a hidegebb időjárási körülményekre úgynevezett viharkabáttal, illetve viharnadrággal került kiegészítésre ez a termék, illetve van egy polár felső, ami egy szintén a kor követelmények megfelelő polár anyagból készült kiegészítő termék. A ruházat kialakításánál ügyeltek a vízirendészeti szolgálatnál általános feladatokra, vagyis a mentési és ellenőrzési műveletekre. A formaruhát a legkorszerűbb automata Sekumar mentőmellénnyel is kiegészíti a rendőrség.